most a Hezbollah meghátrálás alatt van, és, és, Izrael pedig erőfölénybe került. Egyértelmű az izraeliek kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy egy küszöbön álló szárazföldi inváziót készítenek elő, amennyiben erre az izraeli politikai vezetés utasítást ad. Az elmúlt hetekben megváltozott a hezbollah a kommunikációja, és most már nem csak a gázai jövezetet uraló Hamas melletti kiállásról és a palesztin ügy melletti kiállásról van szó, hanem Libanon mint állam védelméről az izraeliekkel szemben. A Libanonban menekült szíriai menekültek, elkezdtek visszatérni Szíriába, mert hogy Libanonban már kezd rosszabb lenni a helyzet, mint a polgárháború Szíriában. Ha Irán nem fog a következő napokban egy nagyon komoly lépést tenni a partnerei mellett, akkor Iránnak a regionális pozíciója jelentősen meg fog gyengülni. Ameddig az amerikaiak ott vannak, és minél nagyobb mértékben vannak ott katonai eszközökkel Izrael annál, nyugodtabb, és annál többet enged meg, illetve kevesebbel is beéri. Amikor arról beszélnek, hogy Netanyahu érdeke elhúzni a konfliktust, én azt gondolom, hogy ez hogy önmagában nem igaz. netanyahu érdeke megnyerni a konfliktust, tartson, ameddig ezt tart. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Önök az Enigmát, a Fix Televízió geopolitikai magazinját látnák. Mielőtt elkezdenénk mai adásunkat, buzdítani szeretném nézőinket, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és lájkolják videónkat, hogy minél több emberhez eljusson. A témához kapcsolódó hozzászólásokat is várjuk a videó alatti komment szekcióban. A napokban izraeli vadászgépek bombázták Libanont, a légi csapásokban több mint 500-an haltak meg. A határ túloldalán az izraeli hadsereg szárazföldi inváziót szimuláló gyakorlatot tartott. A kétfrontos háborúról ma Csepregi Zsolt, izrael szakértőt kérdezem. Szervusz Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz. Nagyon-nagyon forró a helyzet, úgyhogy először is arról kérdezlek, hogy hogyan jellemeznéd a libanoni határ mentén a helyzetet most jelen pillanatban, ami lehet, hogy óráról órára változik. Igen, ugye Izrael már az elmúlt közel egy évben ugye az október 7 i 2023. október 7 i Hamas terror támadás követően a napokban egy, mondhatjuk azt, hogy egy proxy harcba keveredett a libanoni Hezbollah síta miliciával, terrorszervezettel, Azonban ez rendkívül limitált katonai műveletekben nyilvánult meg. Alapvetően rakéta támadásokat indított a Hezbollah Izrael szemben, Izrael pedig alapvetően légierővel, illetve tüzérséggel válaszolt. De szárazföldi összecsapásra nem került sor a libanoni határon az elmúlt egy évben. Viszont az elmúlt hetekben, hónapokban egyre intenzívebbé váltak a harcok, egyre jobban eszkalálódott a konfliktus a Hezbollah és Izrael között, ami odáig vezetett, hogy a jelenleg az izraeli légierő már több, legalább négy nagy átfogó légi sorozaton van túl. Körülbelül szeptember 21-től kezdődően mondhatjuk azt, hogy naponta több száz célpontot támadnak naponta Libanonban. Aminek az eredménye az, hogy több százan meghaltak, nagyon sok Hezbollah katonai létesítmény pusztult el. Az izraeliek ugye azt nyilatkozzák, hogy ezek különböző Hezbollah irányítási pontok, illetve fegyverraktárak, amelyeket támadnak, és egyértelmű az izraeliek kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy egy küszöbön álló szárazföldi inváziót készítenek elő, amennyiben erre az izraeli politikai vezetés utasítást ad. Tehát nyilván Izraelben is a a haderő a civil választott politikai elit um, um, irányítása alatt áll, de azzal, hogy maga a hadsereg um, úgy nyilatkozik, hogy itt egy szárazföldi offenzíva előkészítése van uh, folyamatban, ez uh, kettő dolgot jelenthet. Az egyik, hogy megpróbálják a Hezbollahot meghátrálásra kényszeríteni. Ugye Izraelnek a követelései hónapok óta egyértelműek mint egy 15 kilométerre kellene a Hezbolaknak visszavonulnia Izrael határaitól. Ezzel egyrészt vissza kéne vonnia az úgynevezett Radván elit reagálású kommandós csapatait, akivel, akiket Izrael azzal vádol, hogy egy hasonló támadásra készülnek fel, mint amit a Hamas október 7-én elkövetett. Viszont ez egy jóval nagyobb létszámú, kb. 5000 fős um, elit um, Hezbollak egység. Őket kellene Izrael követelése alapján a Hezbollaknak hátravonnia. Továbbá a rövidható távolságú, um, mozsárokat, ütegeket és különböző um, támadóeszközöket kellene a határtól elvinnie, illetve hát nyilván beszüntetni a rakéta izrael szemben. Ez a izraelieknek a minimum uh, követelménye. Um, a Hezbollah erre nyilvánvalóan nem hajlandó, is eddig nem volt hajlandó, mivel um, a Hezbollah interpretációjában a, a harcok egyrészt a Hamas melletti kiállásról szólnak, viszont azt láthattuk, hogy az elmúlt hetekben megváltozott a hezbollah a kommunikációja, és most már nem csak a gázai jövezetet uraló Hamas melletti kiállásról és a palesztin ügy melletti kiállásról van szó, hanem Libanon, mint állam védelméről az izraeliekkel szemben. Most nyilván ez a logika, vagy ez a narratíva abból, a sebből vérzik, hogy míg nyilván az izraeli haderő jelenleg is bent van Gázában, tehát hogy az elmondható, hogy, hogy az izraeli haderő aktív szárazföldi erőkkel ben van a gázai övezetben. Izrael nem kívánt behatolni Libanonba, hanem adott követelései vannak. Viszont tehát, tehát nem igaz az, hogy az, a libanoni államiságot veszély fenyegetni Izrael részéről? Nem, viszont az egy nagyon érdekes pont a libanoni-izraeli kapcsolatokban, hogy természetesen Izraelnek és Libanonnak, mint szomszédos államoknak számos közös érdekük van és lenne. Mint ahogy Jordániával és Egyiptommal, akiknek Izraelnek békeszerződése van, ugye komoly együttműködés is zajlik, akár gazdasági, vízkereskedelem, édesvízkereskedelem, földgázkereskedelem. Libanonnal kapcsolatban kettő fontos érdek van, az egyik a földközi tenger keleti medencében található földgáz kitermelése, amiben meg kéne születnie egy, egy állandó határmegállapodásnak ahhoz, hogy a befektetők bátran no. merjenek a libanoni vizekbe menni és mm. földgáz felfedezni. Ugye vannak előremutató tárgyalások, és, és a felek már meg is egyeztek abba, hogy Izrael és a Libanon közötti tengeri határ hol legyen, viszont nincsen a megegyezés a szárazföldi határokról. És a, a még mondjuk Szíriával ugye az egész Golán fensik az, ami egy vita képezi, Libanonnal az úgynevezett Seba Farmok nevű terület, ez egy nagyon pici terület, amiben vita van, ugye ezt Izrael, izraeli uralom alatt áll, 1900 67 óta. Ezt a Golán fensikkal együtt ugye hát a nemzetközi jog szerint megszállva tartja Izrael. Ugye ezt Libanon visszaköveteli magának. És ugye komoly előre haladott határtárgyalások is voltak Libanon, mint állam és Izrael között, amerikai és és Nyilván az izraeli, meg az amerikai narratíva az, az, hogy a Hezbollah az, ami megakadályozza a tárgyalásokat, mert addig a pontig, ameddig egy négyzetméter is izraeli megszállás alatt van Libanonból, addig a pontig a Hezbollah narratívája valahol jogos, hogy Izrael Libanoni, nemzetközi jogilag Libanoni területen tartózkodik. Mm -hmm. Tehát ilyen szempontból um, van egy állami összeütközés, vagy egy érdekellentét Libanon és Izrael között, de valójában arra nincsen. Um, nincsen fenyegetés, hogy Izrael mondjuk úgy, ahogy mondjuk a palesztin területeken telepes mozgalmat végez. Tehát ilyen jellegű izraeli szándék Libanonnal kapcsolatban nincsen, de a Hezbollahnak nyilván annak érdekében, hogy ő a, a Libanon nemzet megmentőjeként tudja felmutatni magát, ezt a fajta nemzeti nemzetvédő narratívát kell felmutatni a mostani izrael -el folyó konfliktusban is. Miért utasította el Izrael a az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió részéről javasolt 21 napos tűzszünetet. Ugye Izraelben már hónapok óta zajlott az a fajta kommunikáció, amelyik mindig kilátásba helyezte, hogy nagyon rövid időn belül uh, Izrael, ha nem is befejezi, de egy alacsonyabb szintű uh, uh, harcra korlátozza a gázai műveletét, és úgymond ráfordul Libanonra ha a Hezbollah nem fogadja el Izrael ultimátumát. Na most ez az, ez az izraeli kommunikáció egyre, én azt gondolom, egyre hiteltelenebbé vált, ahogy teltek a hónapok. Ezt tulajdonképpen már 2024 év kezdete óta ez a fajta kommunikáció beindult, hogy Izrael egy párhuzamos katonai műveletet indíthat, egy nagyszabású katonai műveletet indíthat Libanonban is, annak érdekében, hogy a hezbollah a támadó arzanáját hát nem is felszámolja, de, de jelentős mértékben meggyengítse és a nyár során ez a, én azt gondolom, hogy egyre hiteltelenbé váló kommunikáció, ugye kiegészült azzal, hogy Izrael mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy azok a az izraeliek tízezrei, akiknek ott kellett hagyni otthonukat az izrael északi határának közelében, azok visszatérhessenek, mire elkezdődik a zsidó új év. Ugye a zsidó új év az, az a, a a naptárunk szerint uh, szeptember végére fog esni. Ugye a, a zsidó naptár az mindig mozog, de idén ez 2024. szeptember végére esik. És um, a, a fontos szempont az izraeli kormány számára, hogy visszatérhessenek a lakosok um, a, a, az új év kezdetére. Viszont ez nem történhetett meg. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az izraeliek azért utasították vissza az ultimátumot, mert a ez az időrendelkezés adna a Hezbollahnak, hogy újra felkészüljön a támadásokra, és most Izrael előnyben van. Tehát láthatjuk a csipogó támadások során, és a légi támadások során, hogy most a Hezbollah meghátrálás alatt van, és, és, Izrael pedig erőfölénybe került. Most Izraelnek lehetősége van arra, hogy tényleg egy nagyon komoly, nagymértékben visszaszorítsa a Hezbollahot, és nem fog a saját érdekei miatt belemenni abba, hogy tűzszünetet adjon, és 21 napig mondjuk Irán újra fel tudja tölteni a Hezbollah arzenáját, kivéve akkor, ha a Hezbollah elfogadja Izraelnek az ultimátumát. Mert hogy hónapok óta egy ultimátum az asztalomban, amit, amit azt gondolom, viszont a Hezbollah nem fogadhat el, mert az egy, az egy meghátrálás lenne. Most már érteni vélem az általad kifejtett érvek alapján, hogy miért látja szükségesnek, az izraeli katonai vezetés, hogy szárazföldi offenzívát indítson Libanon ellen, pontosabban a Libanon területén állomásozó Hezbollah egységek ellen és katonai célpontok ellen. Üh, viszont fölmerül az a kérdés, hogy nemzetközi jogi és diplomáciai szempontból meddig mehet el Izrael ezekkel a támadásokkal Libanoni területen? Mi az, amit megengedhetőnek tartanak még addig, hogy ne Alakuljon ki egy széleskörű nemzetközi tiltakozás. Ugye most van az ENSZ közgyűlés New Yorkban, és hát már igen, igen erősen tárgyalják ezt az ügyet. Például az iráni elnök is beszédet mondott, egy eléggé nagy pacifista beszédet mondott ott New Yorkban, a jelenlegi iráni elnök, és azt mondta, hogy Izrael akarja belerángatni az egész közelkeletet egy eszkalációba, Irán nem akar semmi ilyesmit, mi békét akarunk, mi, mi, nem, mi nem, akarjuk, hogy belerántsanak bennünket az Izrael és a Hezbollah között dúló konfliktusba. Igen. Én nem gondolom, hogy jelenleg van olyan pont, ami Izraelt megállásra kényszeríthetné. Ha Izrael nem látja úgy, hogy jelentős sikereket tud felmutatni a Hezbollakkal, és közvetve Iránnal. Való um, erőegyensúlyában. Tehát um, én azt gondolom, hogy Izrael most egy olyan ponton uh, érzi magát, ahol valóban megváltoztathatja nem csak a rövid, hanem a közép- és hosszú távú biztonsági helyzetét. Um, láthatjuk, hogy Irán nem váltotta be az ígéretét, hogy megbosszulja Izraelnek a sorozatos, egyre inkább eszkalálódó csapásait, amiket mindezt egy egy éve tartó gázai konfliktus kontextusában, Damaszkuszban csapások, Beirutban csapások, Teheránban, Teheránban. a Hamász politikai vezetőjének meggyilkolása, ezt Izrael ugye soha nem ismerte el nyíltan, de az új iráni elnök beiktatási ünnepségén merényletet követtek el a Hamász politikai vezetőivel szemben. Nehéz felfogni azért, hogy ez mekkora arcú csapása lehet ez az iráni titkosszolgálatnak, biztonsági erőknek, katonai erőknek, forradalmi gárdának, stb. És, és emellett az iráni térségi politikának, ami egy tengely, egy ellenállás tengelyét akarja kialakítani. Milyen ellenállás tengely az, ami nem áll ellen Izrael ilyen akcióinak. Tehát itt olyan dolgok kérdőjeleztek meg az elmúlt hónapokban, a, a, a közelkeleti hatalmi egyensúly kapcsán, ami, ami, azt gondolom, hogy még a, a, az Izrael és Hamas közötti háború kitörésénél sem volt kőbevésve, hogy ennyire megváltozhat a kö, közelkeleti hatalmi, hát nem egyensúly, mert nincs egyensúly a felek között, de, de, de mondjuk hatalmi reláció. És mert hogy itt a tét, én úgy gondolom, hogy nyilván Tragikus, ami történik azokban az államokban, amelyikben öm, öm, zajlanak a konfliktusok, de a valódi tétje jelenleg már a konfliktusnak az az, hogy amikor viszont véget ér, akkor milyen lesz a, a hatalmi arányok, a, az Irán vezette tengely, már ami megmarad belőle, látva az, hogy a hamasza, ami történik, látva az, hogy mi készülődik a Hezbollah ellen, mi marad az iráni tengelyből, és milyen erőpozícióban lesz az az Egyesült Államok által támogatott Izrael, az öbölmenti arab államok, illetve általában az Izraelben békeszerződésben lévő államok. Már pedig most jelenleg Irán hallgat, illetve pacifista húrokat penget a nemzetközi közvélemény előtt. Ergo, el tudom képzelni, hogy a Hamász és a Hezbollah megmaradt vezetősége számára Irán egy megbízhatatlan szövetségesnek tűnik. Én úgy gondolom, hogy ha Irán nem fog a következő napokban egy nagyon komoly lépést tenni a partnerei mellett, akkor Iránnak a regionális pozíciója jelentősen meg fog gyengülni, mert a Hamaszt és Gázát nem tudta megmenteni az izraeli bosszútól. Jelenleg úgy tűnik, hogy Libanont és a Hezbollahot sem tudja megmenteni, és nem is hajlandó hatékonyan beavatkozni. Ugye az új iráni elnöknek az a nyilatkozata, amit említettél, hogy hogy, hogy, egy pacifista beszédet mondott, tehát az eddigi iráni kommunikáció arról szólt, hogy meg fogják büntetni Izraelt. Most pedig arról van szó, hogy Izrael be akarja rángatni Iránt egy konfliktusban, amiből Irán ki akar maradni. Ami egy, egy valid álláspont, eh, abban az esetben, ha Irán megtagad mindent, amit az eddigi hónapokban és években mondott a saját regionális politikája kapcsán. Nyilván ez a két álláspont egy spektrumnak a két vége. Tehát a kettő között meg az van, hogy az iráni elnök mond valamit, és a forradalmi gárda megcsinál egy más dolgot. Tehát mondjuk burkoltan vagy más eszközökön keresztül vagy felbújtják az Irakban lévő sita miliciákat, hogy támadást mérjenek Izraelre. Tehát a, a jemeni huszikat, hogy átadnak nekik fegyvereket mondjuk azért, hogy Izraelre mérjenek csapásokat. Ugye hajfa kikötőjében hajfaki kötőjére mértek csapásokat északról, és éjlátban is becsapódások voltak, és rakét a kísérletek. Tehát látszik az, hogy azért itt most nem arról van szó, hogy a Hezbollah teljesen egyedül maradt Izrael -el szemben. Tehát van ugye, úgynevezett az iráni frontok egysége nevű stratégia keretén belül támadások izrael szemben, de az elmúlt napokban ez nem érte el azt a szintet, ami mondjuk meg egyáltalán közelébe érne az, hogy meghátrálásra késztesse Izraelt. A kérdés az, hogy mire várnak. És azt gondolom, hogy egy nagyon konkrét esemény lenne az, hogyha Izrael valóban elszánná magát a szárazföldi beavatkozásra Libanonban, mert mert az lehet egy olyan pont, amikor Irán is úgy dönt, hogy ez, ez olyan ö, lépés, amit már nem ö, tűrhet el. Egy ilyen arcvesztést és az, hogy regionális partnereivel szemben egy szárazföldi katonai műveletet intanak, ezt nem tűrheti el, és akkor intanak egy összehangolt támadást izrael el szemben. Az az utolsó pont, amikor még Irán visszanyerheti, a, én azt gondolom, a regionális hitelességét. Milyen humanitárius következményei lehetnek ennek az offenzívának. Elképzelhető, hogy menekült hullám indul el mondjuk Dél-Limanomból észak felé, vagy akár a határon, határokon is túlra? Mindenképpen, és az elmúlt napokban mind a kettőre láthattunk már példát. Nagyjából a hét közepéig százezer fölötti fő hagyta már el Dél-Libanont, és menekült Beirut tig vagy éjszakra. Ugye a Beirut déli részében sincs biztonságban, mivel a Dahia negyed, amiről az úgynevezett Izraeli Dahia doktrína van elnevezve, ami azt abban, abban is áll, hogy, hogy milyen, tehát hogy, hogy Izrael egy szinttel nagyobb mértékben torolja meg az a, a rajta elkövetett támadásokat, Dahia negyed a Hezbollahnak a főhadiszállása dél, dél Beirutban. tehát a civilek megpróbálnak Beiruttól északra menekülni, azonban Izrael kiterjesztette a légitámadásokat az úgynevezett Beka völgyére, ami Libanon keleti felében van, és arról lehetett olvasni tudósításokat, hogy a Libanonban menekült szíriai menekültek, elkezdtek visszatérni Szíriába, mert hogy Libanonban már kezd rosszabb lenni a helyzet, mint a polgárháború Szíriában. Tehát, hogy mindkettő beindult, egy izraeli szárazföldi műveletnek a humanitárius ára, következményei, az tekintettel arra, hogy nem egy annyira beépített területről van szó, mint Gáza, Hát minden bizonyosan nem lesznek olyan súlyosak. Tehát amikor arról lehet olvasni, hogy lehet-e Libanonból egy új gáz, akkor a válasz az, hogy nem. Mert egyszerűen Libanon egy, egy ország, ahol hegyek vannak, dombok vannak, mezők vannak, gáza meg egy, egy, egy nagyrészt egy beton város terület volt. Tehát ez a párhuzam, ez, 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 ne, ez hibás. Ez mások a népsűrűségi adatok? Teljesen mások ezek az adatok, meg ezek a jellemzők, viszont mindenképpen hatalmas humanitárius következményei lennének, főként a menekültek miatt. És kérdés az, hogy ezt a Hezbollah vállalhatja-e? Mert hogy azért nyilván azért Libanonban nem fognak nyíltan szimpatizálni izrael még a mostani támadások kapcsán se. De azért a kérdés az felmerül, hogy pontosan miért is rángatja be a Hezbollah Libanont, mint államot, és a teljes társadalmat ebbe a küzdelembe. Ez ne felejtsük el, hogy Libanon egy rendkívül etnikailag és vallásilag megosztott ország, mm. ugye a három nagy csoport a, a keresztények, és a kisebb keresztény felekezetek, a síta e, muszlim arabok, akiket a Hezbollah képvisel, vagy kíván képviselni, ugye itt sincs egy teljes átfedés, e, és a, és a szunita arab arabság, és olyan kisebb közösségek, mint a, az örmények, illetve a dúz arabok. egy nagyon sok színű országról beszélünk, e, palesztin közösségek, akik 40, ezek 1948 után e, mentek Libanonba, tehát nagyon-nagyon színes ország. Plusz a szírmenekültek, akikről már te is beszéltél. plusz most már a szírmenekültek, tehát nagyon-nagyon színes társadalom, akiknek az abszolút többsége nem szimpatizál a Hezbollakkal. Az más kérdés, hogy valószínűleg izrael -el sem. De az, hogy ők két tűz közé kerülnek a Hezbollaknak az aktivitása miatt, az hát semmiképpen nem vált ki szimpátiát, én azt gondolom, vagy az én ismereteim alapján Libanonban, de az, hogy ez átcsapna egy egyértelmű izrael pártiságba, az meg megint csak elképzelhetetlen, mert hát mégiscsak Izrael hajtja végre ezeket a légicsapásokat, meg a megkülönböző titkos szolgálati műveleteket. Tehát hihetetlenül nehéz már most is a helyzet Libanonban, és hogyha ez a, a harcok tovább eszkalálódnak, akkor, akkor beláthatnak a következményei. Az Egyesült Államok növeli a katonai jelenlétét a térségben. Ezzel fékezni tudja az eszkalációt, vagy inkább a nyugtalanságot fokozza a térségben? Én úgy gondolom, hogy fékezni tudja az eszkalációt több szempontból is. Az egyik az, hogy bár Izrael akkor, amikor a lét fenyegetéssel szembesül, mint például a Hezbollaknak a több tízezres, akár 150 ezres rakéta arzenája, akkor átkapcsol egy olyan gondolkodási üzemmódba, amiben beláthatatlan az eszkalációnak a vége. Hogyha ez kiegészül a egy többfrontos támadással, akkor megint csak euh, még súlyosabb a helyzet, és nem szabad elfelejteni, hogy a nemzetközi szakértők szerint Izrael egy tömegpusztító, nukleáris tömegpusztító fegyverekkel rendelkező ország. Tehát beláthatatlanok, a, nyilván ez nem, euh, nem ilyen jellegű helyzetekre van, hogyha van Izraelnek, de ha az Egyesült Államok a térségben van, akkor Izrael nagyobb biztonságban érzi magát, és akkor Izrael is nagyobb a a, a cselekvési um, tűrés határa. Tehát akkor nem kell mindenre agresszívan reagálni, mert ott vannak az amerikaiak, hogy végső soron kisegítség. Tehát nem arról van szó, hogy többet engednek meg maguknak, hanem hogy esetleg kevesebbel is beérik. Én úgy gondolom, hogy kevesebbel is beérik, és nem eszkalálnak olyan szinten, mint ahogy például a korábbi iráni támadásokra. Ha nem lett volna ott az amerikai flotta, amelyik el tudta végezni, Irán, igen, hát Iránnak a, a támadásnak a kivédését, meg Irán további elrettentését, akkor sokkal valószínűbb, hogy Izrael egy tömeges ellencsapással válaszolt volna bármifajta biztonságát fenyegető kihívásra. Ameddig az amerikaiak ott vannak, és minél nagyobb mértékben vannak ott katonai eszközökkel, Izrael annál nyugodtabb, és annál többet enged meg, illetve kevesebbel is beéri. A másik szempont, hogy, hogy igen, az amerikai jelenlét elrettenti Iránt attól, hogy hogy olyan nagyszabású műveleteket hajtson végre, amiket lehet, hogy Izrael, kizárólag Izrael-el szemben megkockáztatná. A harmadik szempont, hogy az amerikai jelenlét megnyugtatja a szunita arab országokat, főleg az öbölmenti országokat, mert tudják, hogy ameddig az amerikaiak jelen vannak, és nem hagyja magára a közelkeletet azért, hogy Kínával és Oroszországgal való konfliktusára fókuszáljon, addig ezeknek az országoknak sem kell a saját biztonságuk érdekében vagy belesodródni egy háborúba, vagy pedig kapitulálni egy, egy, egy fenyegető hatalommal szembe, hanem addig kimaradhatnak a konfliktusból, vagy korlátozott mértékben, például Izrael védelmében részt vehetnek, és hogyha ezzel kapcsolatban iráni retorzió érkezne, akkor az amerikaiak megvédik őket. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy nyugalmat eredményez. És végső soron az amerikai jelenlét azért is nagyon fontos, mert annál több, diplomáciai ereje is van a térségben az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok mindenáron igyekszik elkerülni az eszkalációt a közel egyszerűen nem szolgálja az Egyesült Államok érdekeit egy korlátlan eszkaláció. Az más kérdés, hogy van az a pont, ahol Izraelt ez a fajta amerikai szándék egyszerűen nem érdekli, mert hogyha, tehát Izrael, azt, azt szokták mondani az izraeli szakértők, hogy Izraelt nagyon súlyosan aggasztja az Egyesült Államok Washingtonnak a véleménye, mindaddig a pontig, ameddig az nem egy létfenyegetést elérő fenyegetés. Mondantól kezdve megszűnik az a fajta izraeli kalkuláció, hogy, hogy számolni kell az, izra, az amerikai véleményekkel, mert Egyszerűen, egyszerűen lefordítva, Hogyha már az amerikaiak úgyse védenek meg minket, akkor csak magunkra számíthatunk, ezt uh -huh. mondják az izraeli szakértők. Uh -huh. Tehát addig, amíg az amerikaiak ott vannak, addig az izraeliek pedig számítanak rájuk, és jobban tudják fékezni az eszkalációt. Elnyitetted a csipogós robbantásokat. Ez a Hezbollah részéről, és innen részéről is egy óriási biztonsági fiaskó, másrészt az izraeli titkos szolgálatok részéről pedig ez egy hatalmas fegyvertény és egy óriási győzelem, pláne, hogy másnap megismételték az adóvevőkkel. Ezáltal nem csak több száz halottat és többnyire Hezbollah katonákat és vezetőket, és több ezer sebesültet értek el, hanem pszichológiailag lebénították, és óriási nyomás alá helyezték az ellenséget, nem csak a libanoni Hezbollát, hanem bizony Teheránban is igen komoly pánikot keltve. Ez mindenképpen egy, a, a, a titkosszolgálati műveletek történetében, én úgy gondolom, hogy miért, vagy hát jogosan lehet nevezni ezt egy, egy mérföldkőnek. Tehát egy ilyen szintű akció, ahol mint egy négyezer embernek a csipogóját sikerült felrobbantani egy összehangolt akcióban. Úgyhogy hogy jogos az a felvetés, hogy, hogy a Mossad, onnan lehet gondolni, hogy a Mossad végezte ezt el, hogy ugye az izraeli három fő izraeli titkosszolgálat van, a katonai titkosszolgálat, ami legfőképpen a Hagyományos és nem hagyományos katonai fenyegetésekre koncentrál. A Simbet, amelyik a belbiztonsági szolgálat, de ez alatt az izraeliek azt értik, hogy Izrael és a palesztin területekről érkező fenyegetések ellen harcol, és minden más, ami Izrael és a palesztin területeken kívül van, az a Mossadnak a, a, a terepe. Öm, hogy, a, hogy a Mossad, mint ahogy minden valamire való szolgálat a világon, öm, készít elő olyan akciókat, amiket egy konfliktus során, vagy vagy érdek alapján bevethet. Viszont maga a lehetőség ablak erre a műveletre rendkívül rövid volt, mivel Nasrallah Hezbollah vezető 2024 év elején mondta azt a saját csoportjának, a Hezbollahnak, hogy az okos telefonokba beférkőzhetnek kibereszközökkel az izraeliek, azokat el kell dobni, szét kell törni és be kell zárni egy lakat vasdobozba, és más eszközöket kell, amik, amik, amiket nem tudnak feltörni, és ugye ekkor a Hezbollah elkezdett beszerezni a technológiai szintben korábbi eszközöket, mint például a csipogókat, walkie és ugye ezt felismerve, mindenkinek a feltételezés szerint az izraeliek, be tudtak épülni ebbe az ellátási láncba, és le tudták gyártani, robbanószert helyezni, és leszállítani ezt a, ezt ezeket az eszközöket úgy, hogy nyilván nem, én nem tudom, hogy milyen minőségbiztosítási rendszer van a Hezbollahban, de hogy nem volt egy olyan pont, ahol azt mondta a beszerzésért felelős öm, szekció, hogy akkor most random módon kiválasztjuk 3%-át az eszközöknek, és szétszereljük őket, és megvizsgáljuk őket. Tehát még szúrópróbaszerűen sem ellenőrizték ezeket az eszközöket? Vagy azok, amiket most nyilván csak feltételezésekkel élek, vagy amik szúrópróbaszerű ellenőrzésre mentek, azokban nem voltak robbanószerek, azt meg hogy lehet elérni. Tehát itt mindenképpen arról van szó, hogy minden bizonyal nagyon komoly információkkal rendelkeztek a Hezbollah működéséről, beszállítói ráncáról, a működéséről, és az, hogy ez hónapokig um, um, anélkül lehet anélkül használhatták egyáltalán ezeket a csipogókat, hogy felmerült volna a probléma. Ugye arról is lehetett olvasni, hogy viszont az utóbbi napokban felmerült, hogy, hogy lehet, hogy um, megmódosították uh, ezeket az eszközöket, és ezért dönthetett Izrael, amellett, hogy beveti őket. Um, de ez mindenképpen egy nagyon súlyos támadás volt um, a hezbollah szemben pszichológiai pszichológiailag is, de azt gondolom, hogy fizikailag is. Tehát, hogy amit a, az ismereteink szerint lehet tudni, hogy, hogy, a, hogy, az első hullámban a csipogó robbantás által megsebesült négyezer főből, mindegy 60 uk tehát több mint 2000 ember legalább részleges vaksággal öm, sebesült meg ebben az akcióban. Ez egy olyan fegyveres csoportnál, mint a Hezbollah, élő erőben is egy nagyon fontos kár, ami Főleg azért súlyos, mert hogy nyilván azoknak az embereknek voltak kioszva csipogók, akik a kulcsemberek az akció koordinálásában. Tehát, hogy pont azokat lehetett így elérni, akik egy izraeli, mondjuk szárazföldi offenzíva, vagy összehangolt légitámadás esetén a Hezbollah-nak az ellenállását kellett volna koordinálnia. Ők most vagy kórházban vannak, vagy vakok, vagy nincs meg az egyik kezük a robbantás miatt. Tehát, hogy ez, ez mindenképpen nagyon komoly. És a, és a pszichológiai része az pedig a másnapi kitól kirobbantás, amiben megint csak több százan megsebesültek, és tényleg azt mutatták. És ugye az izraeliek még rá is, rá is játszottak erre a pszichológiai hatásra, azzal, hogy minden fórumon azt kommunikálták, hogy nincs túlzott jelentősége ezeknek a támadásoknak, hiszen van még ilyen eszközük más eszközük, amiket majd akkor vetnek be, hogy a szárazföld, mondjuk szárazföldi offenzívára lenne véleményük szerint szükség. Tehát, hogy ez mindenképpen egy nagyon komoly támadás volt, de azért látni kell, hogy az izre, se az izraeliek, se Izrael ellensége is, sem szóval a nemzetközi közvélemény nem fogja elfelejteni a hatalmas kudarcot, amit Izrael 2023. október 7-én, illetve hát előtte elkövetett hírszerzési szempontból. Most valami abból visszatért, és úgy azt gondolom, hogy arra is érdemes rámutatni, hogy mennyire hibás volt az izraeli fenyegetésérzékelés, hogy látszik, hogy az erőforrások többségét az izraeli nemzetbiztonsági szervek a Hezbollahra és az iráni ellenállás tengelyének erősebb tagjaira fordították az információszerzést, és tényleg leírták a Hamaszt 2023 ősze előtt, hogy az, az, nem jelent már fenyegetést, és hogy mennyire rosszul látták. A, nyilván egy évvel az események után könnyű ezt, ezt most így elemezni, de, de hogy mennyire máshogy látják a fenyegetést, amit a Hamas, a Hezbollah, illetve az iráni tengelynek más tagjai jelentenek. Elég nehéz elképzelni, hogy a mobiltelefonok, a személyhívók, a vevők után mi, mi jöhet még, milyen eszközük van még az izraelieknek, amikor már minden kommunikációs eszközről lemond a Hezbollah és a, 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 az Irán proxik, akkor mik maradnak a golyóstollak vagy a füstjelek, vagy a postagalambok? Nem tudjuk, hogy mire céloztak az izraeliek, de ez, ez valóban még egy, még, még, még egy csavart adott az egész történetnek. És hát ez, ez Iránra is hatott, és a forradalmi gárdára is hatott. Ugye ott is azonnal átvilágítást kezdeményeztek, illetve a mobiltelefonok és modern kommunikációs eszközök teljes tilalmát vezették be. És ugye, á, tehát az átvizsgálások ugye rövid távon csökkentik a hatékonyságát ezeknek a szervezeteknek. Tehát ugye az is egy kérdés, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy miért nem lép fel Irán hatékonyabban a Hezbollah védelmével szemben. Nem tudhatjuk, hogy milyenek most Iránnak a kommunikációs képességei. Én nem gondolom, hogy az irániak most ö, nem tudnának egy, egy, egy összehangolt akciót végrehajtani, ö, de, de mindenképpen az egész ellenállás tengelye most, most ettől meggyengült, ö, és, és arra, hogy, hogy mi a következő lépés, azt gondolom, hogy azért is súlyosbítja a Hezbollah meg Iránnak a helyzetét, mert a Hamas támadás előtt ugye számos szakértő arra fogta, hogy az izraeliek nem értesültek a, 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 támadá, a Hamas támadási tervéről, hogy hogy a Hamas elkezdte használni a, a papírt és tollat, és, és, és jegyzetekkel kommunikáltak meg szóba. De ugye beszéltünk arról, hogy Libanon és Gáza mennyire különböző terep. Nyilván, amit egy egy, egy akkora öm, kis területen, mint Gáza, mint a Gáza jövezet meg lehet tenni, hogy élőszóba kommunikálni, futárok, robogós futárok által kommunikálni, jegyzeteket átadni, azt ott meg lehet tenni, Libanonban nem lehet megtenni. És pláne nem lehet megtenni a földközi tengertől Irán keleti határáig, és délen pedig jemenik terjedő övezetben. Tehát itt mindenképpen nagyon súlyos kihívással szembesülnek az irániak, hogy akkor mire lehet hatni. Az pedig, hogy még az izraelieknek milyen eszközei vannak, én azt gondolom, hogy a legfontosabb részben pszichológiai eszköz, amit az elmúlt napokban alkalmaznak, a tömeges ö, légi légicsapások mellett, amiket ugye Libanonban még rajtanak, az, hogy szinte minden nap hallhatjuk azt, hogy a Hezbollahnak egyik vezetője egy bizonyos épületre mért precíziós csapásba meghalt. Tehát az izraeliek tudják, hogy azok a személyek hol vannak. Tudják azt, ugye lehet arról is olvasni, hogy a Hezbollah tisztek a személygépkocsiaikkal ugye teljes gázzal hajtanak át libanoni településeken, és ugye szinte nap mint nap, vagy két-három naponta az izraeliek dróntámadásokat mérnek ezekre a személygépkocsikra, amikre ezek a Hezbollah tisztek használnak az elmúlt hónapokban. Tehát az izraeliek tudják, hogy ezek a személyek hol vannak, és a megfelelő pillanatot várják, hogy őket célzottan likvidálják. Ugye ennek nagyon hosszú hagyománya van az izraeli katonai és nemzetbiztonsági stratégiában a célzott likvidálásnak, amit nyilván sokan egy eufemisztikus kifejezésnek tartanak, de, de jól leírja a műveletnek a jellegét. Tehát, hogy az is a, hezbollah Hezbollahnak, meg Iránnak, én azt gondolom, egy nagyon komoly dilemmája, hogy ha Izrael fenyeget azzal, hogy szárazföldi offenzívát indít, de ezt halogatja, de addig is napokon, heteken át ilyen célzott likvidálásokat, meg relatíve tömeges légicsapásokat mér Libanonra, akkor is gyengülnek. Akkor is egyre rosszabb lesz az erő, erő viszonyok izrael szemben. Tehát, tehát, ez valahol egy 22-es csapdája jelenleg a Hezbollahnak és Iránnak, mert ha várnak az izraeli szárazföldi offenzívára, akkor azért gyengülnek, hogyha meg előbb lépnek, akkor meg lehet, hogy egy sokkal súlyosabb izraeli támadást ö, váltanak ki, ahol Izrael pedig mondhatja, hogy hát ők eszkaláltak ebben a körben, és akkor meg megleveti magáról Izrael az amerikai ellenérzéseket egy, egy újabb eszkalációs körrel szemben, hiszen az Izrael azt mondja, hogy hát ezt az eszkalációs kört nem mi kezdtük. Min múlik? Ki dönt a szárazföldi offenzíva megkezdéséről, annak az időpontjáról, és egyáltalán a, 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 a létezéséről, hogy ez létrejöjjön? Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnök. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, érdem, lehet és érdemes arról beszélgetni, hogy milyen hatások érik őt, kik mennyire közel vannak hozzá politikailag, katonailag, külföldi szereplők, de, de Izrael ilyen szempontból nagyon fegyelmezetten működik, a miniszterelnök fog arról dönteni és ő fogja megfizetni ennek a politikai ö, árát is, nyilván a katonait nem, mert azt az izraeli haderő, meg a, meg a, meg a, meg a, meg a mindkét országban a, a civilek, de, de ebben éles él lesz az utolsó ö, szó. Tavaly október 7-e óta már nagyon sokan, nagyon sokszor megkongatták a vészharangot Benjamin Netanyahu miniszterelnök és az ő általa vezetett ö, egységkormány fölött. Az egységkormány ugyan felbomlott, de Netanyahu nem, hogy nem, nem bukott meg, hanem még erősödni is tudott ebben a rendkívüli helyzetben. Hogyan lehetséges ez? Egyrészt az idő, nem mondanám, hogy netanyahu dolgozott, hiszen egy éve tart egy olyan háború, ami mindennel szembe megy, amit Izrael magáról a biztonság szempontjából gondolt, hogy Izrael mindig azt mondja, hogy, hogy bármilyen kihívás séri, ők gyorsan, hatékonyan és döntő mértékben, döntő győzelmet aratnak. Ez, volt, ez a katonai stratégia alapja, a döntő győzelem. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy, hogy az izraeli katonai stratégiák azt szokták mondani, hogy Izraelnek nincs Berlin pillanata, tehát nincs olyan, hogy legyőzi az ellenségét, és mint a szövetségesek a második világháborúban be, elfoglalják Berlint és kapitulációra kényszerítik az ellenséget. Ilyen nincs, de olyan szempontból van döntő győzelem, ahol Izrael annyira meg tudja törni az ellenségének az akaratát és felszámolni katonai képességeit, hogy az nem tud és nem akar már továbbiakban Aha. harcot vívni. Születik egy tűzszüneti megállapodás, és, és vége a háborúnak. Na most, ezt a döntő győzelmet semmilyen mértékben nem sikerült elérni. Tehát a Hamas egy pillanatig nem mondta, hogy befejezné Izrael támadását, vagy Izraelt ellenségnek tartaná, a Hezbollah pont, hogy nem, nem jelent ki ilyet, hanem egyre inkább a konfliktus. Tehát netanyahu az idő nem dolgozott. És emiatt, amikor arról beszélnek, hogy Netanyahu érdeke elhúzni a konfliktust, én azt gondolom, hogy ez önmagában nem igaz. netanyahu érdeke megnyerni a konfliktust, tartson, ameddig ez tart. Tehát ilyenfajta időlimitáció netanyahu nincs, Neki az a célja, hogy amikor viszont véget ér a háborúkra, azt mondta, hogy egy Izrael győzött, hatalmas árat fizetett az ország, de győzött, és legyőzte ellenségeit. Um, ami miatt viszont azt lehet látni, hogy egy év után valóban a likud visszaerősödött, a, vagy, az, vagy a legerősebb izraeli politikai pártá, vagy paritásban a kék és fehér, tehát a Bedigant korábbi vezérkari főnök által vezetett... Um, párttal egy szinten vannak. Az amiatt van, hogy igen, a Likud valamennyit visszaerősödött, körülbelül a 120 fős izraeli parlamentből nagyjából 20-22 mandátumra mérik, ami, ami, még mindig csak a szavazatoknak a 16 százaléka, tehát azért az, az Izraelbe se olyan nagyon sok egy, egy, egy kormányzó pártól. Nagyjából hasonló szinten van Benny Gantz pártja, aki egy, hát mondjuk centrista, centrista jobboldali politikus, viszont felerősödött több más párt is, például Avigdor Lieberman, korábbi védelmi miniszter, Izrael a hazánk elnevezésű pártja, ami 15 mandátumot kapna. Tehát, hogy, hogy azt láthatjuk, hogy több párt az, az itt a 10 és 20 mandátum között helyezkedik el, tehát valóban Netanyahu az első második helyen van, de inkább első az egyenlők között. Ráadásul, bocsánat, nem. csak kiegészítésképpen hadd tegyem hozzá, hogy ráadásul egyes elemzők azt mondják, hogy a, az igazi ellenfél az nem is Benny Gantz, hanem a korábbi miniszterelnök Naftali Bennett, aki készül visszatérni. Igen, akinek nincs is jelenleg pártja. Tehát az nagyon érdekes, hogy hogy Naftali Bennett, aki egy alapvetően egy netanyútól jobbra álló politikus. Ugye ő egy vallásos, cionista, jobboldali, politikus, hogyha elhelyezzük őt az izraeli politikai térképen. Az más kérdés, hogy ő egy rendkívül kompromisszum készségről tett tanúbizonságot, amikor ugye egy évig egy, egy, rövid intermezóban, amikor nem Netanyahu volt Izrael miniszterelnöke néhány éve, akkor egy rendkívül széles koalíciót vezetett, ahol az izraeli muszlim testvérek leágazásától kezdve egészen a vallásos cionista pártjáig mindenki, a centristákon, jobboldaliakon, baloldaliakon át mindenki részt vett. És ő készülődik arra, hogy visszatér az izraeli politika frontvonalába. Ugye, ugye lehetett arról hallani, hogy egyeztetések zajlanak arról, hogy egy nagy jobboldali ernyőpárt jöjjön létre Netanyahuval szemben, amiben részt venne az előbb említett Avigdor Lieberman, Gideon Szár, korábbi igazságügyminiszter miniszter és Naftali Bennett, korábbi miniszterelnök. Ez teljesen megszokott az izraeli politikai életben, hogy amikor érzik a felek, hogy, hogy választások közelednek néhány hónap múlva, akkor megindul ez a egyezkedési folyamat, de abból nem szabad túl sok következtetés levonni, hogy ki tárgyal kivel, mert mindenki tárgyal mindenkivel. Ne legyenek illúzióink arról, hogy a felek nem tárgyalnak a háttérben, ne is. Tehát tényleg mindenki tárgyal mindenkivel, talán a legesleg szélső pártok nem tárgyalnak mondjuk a másik oldalon legszélső pártokkal. Tehát nagyon-nagyon mozgás az izraeli belpolitikában. El fog jönni ugye az egyéves évfordulója az október 7-i Hamas támadásnak. Nagy állami ünnepségek, megemlékezések az áldozatokról, és ugye a konklúziók levonása. Tehát ugye eddig Netanyahu azt halogathatta, hogy levonják a konklúziókat, hogyan, mi vezetett ide, de az egyéve egy nagyon fontos időpont lesz. Ugye említettem, hogy, hogy Izraelben nem ünnepelni fogják ugye a zsidó új évet, egy hét múlva. Ez is egy olyan pont, majd pedig ezt fogja követni a zsidó bűnbánat ünnepe. Ezek mind olyan pontok Izrael életében, amik a befelé nézés, a konklúziók levonását um, um, irányozzák elő. És azt gondolom, hogy, hogy október 7-ét követően, bárhogy is alakuljon az eszkaláció a um, nem várathat pagára, az, hogy a konklúziókat Izrael társadalma levonja. Igaz, hogy ezt mondtam, ezt gondoltam hónapokkal ezelőtt is, de az egyéves évforduló azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, és én már csak azért is, mert szemben azzal, amit gondolnak egy izraeli, libanoni műveletről, az nem tarthat hónapokig. Tehát Izraelnek arra, arra volt lehetősége, hogy hónapokon keresztül fokozatosan megszállja gázát. De arra nincs lehet, én azt gondolom, hogy arra nincs lehetőség, hogy Beiruttól északabbra elfoglaljon Libanon területeket. De sokkal inkább arról kell beszélni, hogy a Litáni folyó 15 km, 20 kilométerre bemennek Libanonba, azon felül pedig nagyon intenzív légitámadásokat hajtanak végre, de én azt gondolom, hogy egy libanoni szárazföldi művelet egyszerűen nem lehet olyan teljességű, mint amit az izraeli haderő gázában hajtott végre. A kettőnek teljesen más lesz a természete. Nem fordulhat elő ugyanaz, ami már a 90-es években megtörtént, hogy 18 évig Izrael megszállva tartotta a Libanon egy részét? Ahhoz kellett egy partner, ahhoz kellettek a keresztény falangista erők. Tehát, hogy az gyakran, ugye igen, Izrael egy megszálló erőként volt jelen Dél-Libanonban, szövetségben a libanoni keresztény közösséggel. Erre azt gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között nincs lehetőség, hogy a, hogy a Libanonban bármelyik közösség kollaboráljon uh, Izrael-lel. Teljesen megváltoztak ott is a, a helyi mm. körülmények. Úgyhogy uh, úgy azt gondolom, hogy erre nincs lehetőség. Az, hogy egy biztonsági zónát hoznak létre átmenetileg, uh, arra talán van, hogy ott békefenntartókat hívnak be, bár az Izrael ugye rendkívül szkeptikus bármifajta külföldi békefenntartókkal kapcsolatban és az ő megbízhatóságokkal kapcsolatban de az, hogy ott tartós megszállásra rendelkezzenek be, én azt gondolom, hogy az Izrael nem akarja azt az árat vállalni, a hezbollakot akarják rendkívüli mértékben meggyengíteni és visszaszorítani, és ezen keresztül Iránra egy komoly verességet mérni. Visszatérve az izraeli belpolitikára, illetve az izraeli társadalomra. Az egyik legérzékenyebb kérdés, teljes mértékben érthető módon, a túszok kérdése még mindig. A a Hamas és a Hezbollah vezetőinek célzott ö, likvidálása sára adott válaszul a Hamas kivégzett hat további túszt tarkolnötték őket. Érthető módon ez óriási visszhangot váltott ki a az izraeli társadalomban. Szeptember elején Benjamin Netanyahu kikérte magának, hogy ő lenne a felelős. Ezért azt mondta, ő teljes mértékben elhárította a tűzok haláláért a felelősséget. Ez a kijelentése hogyan rezonálta az izraeli társadalomban? Az izraeli társadalom rendkívül megosztott ebben a kérdésben. Nem azt jelenti, hogy ne akarnák azt gondolom ugyanazt. Nyilván, hogyha lenne egy olyan optimális forgatókönyv Izrael szempontjából, ahol az összes Hamas vezetőt likvidálásra kerül, minden túsz hazakerül, a Hezbollah meggyengül, visszaszorul, Irán vereséget szenved, akkor azt mindenki megegyezni és elfogadná. A kérdés a prioritások. és akkor itt van egy, 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 egy nagy különbség, nagyon-nagyon leegyszerűsítve az izraeli jobb oldal, meg az izraeli bal oldal között, hogy az inkább a baloldalra húzó politikai pártok és a velük szimpatizáló aktivisták és nyilvánvalóan az izraeli túszok hozzátartozói azt helyezik előtérbe, hogy a túszok kerüljenek haza, még akkor is, hogyha ez a Hamasszal szemben vívott küzdelemben egy kevésbé, egy kisebb győzelemben vagy, hát, vagy a győzelem hiányában, csúcsosodik ki, míg az inkább jobb oldalra húzó izraeli szavazók amellett vannak, hogy nem, fontos, hogy a túszok haza kerüljenek, de inkább folytatódjon a Hamászsal szembeni küzdelem, addig, amíg a Hamász meg nem semmi sült, bármit is jelentsen ez, a, ez az izraeli háborús cél. És ugye, még ez egy, ez egy ilyen kétoldalú megosztottság volt, addig azt gondolom, hogy Megváltozott a helyzet az elmúlt hetekben azáltal, hogy az izraeli politikai elit, különösen Netanyahu beemelte egy harmadik pólusként az észak-Izraelben élők visszatérését az ő közösségeikbe, és ezzel áthelyezni a súlypontot a Hezbollah szembeni konfliktusra, és ezzel tulajdonképpen a legelkötelezettebb tusz tárgyalások pártján álló izraeliekkel szemben, én azt gondolom, hogy kialakított egy új pólust, akik, akik sokkal inkább arra fókuszálnak, hogy Izraelnek meg kell nyerni a háborút a déli és az északi fronton. És ezzel közvetett módon erősítette azt az oldalt, amelyik amellett van, hogy nem, hát a, lehet, hogy limitálni kell a Hamasszal szemben végzett katonai műveleteket, ugye az is egy feltételezés, hogy valami Netanyahu mikor jelenti, be ha bejelenti, hogy az A és B... Ö, gázai háborús fázist követően a C fázis indul el, ami, ami, sokkal inkább egy, egy nagyon eufemisztikusan fogalmazva, egy pacifikálási művelet. Tehát nincs nincsenek nagy átfogó hadműveletek a, a Hamasszal szemben a gázai övezetben, hanem már, 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 tényleg csak arról van szó, hogy a, a, meglévő ellenállást, gócokat elfolytani. És, és ezzel azt gondolom, hogy sikerült nagy mértékben visszaszorítani a, a túlszok kiszabadítása, és ezáltal a hamassal szembeni küzdelem felfüggesztése mellett felszólaló hangokat, azáltal, hogy az Északi Front fontosságát felerősítették. És bizonyos szempontból a Hezbollah-akciói, az, hogy hogy először, most a héten volt először, hogy Tel Avivra direkt rakétatámadást indítottak, azzal nagyon is ö, ö, hozzájárul ahhoz, hogy Netanyahu-nak és az izraeli kormánynak ez az Északi Frontra való fókuszáló narratívája meg tudott erősödni, és eltereli Izraelben is a figyelmet részben a gázai harcokról. Az amerikai elnökválasztás eredményének milyen hatása lesz az izraeli-palesztin konfliktusokra, az izraeli-amerikai viszonyokra, és személyesen, illetve politikailag Benjamin minden Egyrészt van egy időnyomás Izraelen. Tehát említettem, hogy, hogy itt az egyéves évfordulója a konfliktusnak egy időnyomás, de nyilván a, a, novemberi amerikai választások is abba az irányba mutatnak, hogy, hogy valószínűleg Izrael, amelyik törekszik mindig a jó kapcsolatokra, az Egyesült Államokra bárki is legyen a hatalmon, Nyilván vannak hangsúlyeltoródások, tehát mondjuk Netanyahu jobban meg tudta magát értetni Trumpal, mint Bidennel, de nem sokkal. Tehát, tehát Bidennek és Netanyahu-nak évtizedekre visszamenő jó kapcsolata van még, amikor Biden, mint ö, politikus szolgált ö, az Egyesült Államokban, alelnöki a korában is azért Netanyahu nagyon komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy, hogy mindig, mindig jó kapcsolatokat ápoljon a demokratákkal is, még akkor is, amikor a hangsúlyt a republikánusokra helyezte. Ö, és tehát azt gondolom, hogy de, de, mindenképpen nem szeretné az új amerikai elnököt, bárki is legyen hatalmon, azzal szembesíteni, hogy, hogy a, a ciklusának az első feladata továbbra is menedzselni az izraeli és bárki vel szemben folyó konfliktust. Tehát egyrészt egy időnyomást. A másik az, hogy az izraeliek tartanak attól, hogy a Kamala harris esetlegesen beérkező új demokrata adminisztráció már egy más generációt képvisel a demokratáknál, amelyik sokkal inkább Befelé fordul, ez, ez azért Obama elnöksége alatt is már már lehetett látni az előjeleit, befelé fordul, nem annyira tartja fontosnak az Izrael mellett való kiállást, sokkal nyitottabb a pro-palesztin hangokra, magán a demokrata pártnak is a bal szárnyában felerősödő hangokra, nem Izrael ellenes, nem kérdőjelezi meg Izrael léthez való jogát, továbbra is adnak katonai támogatást Izraelnek, de feltételekkel. És ez az egyik olyan dolog, amitől Izrael tart, és, és, emiatt egy, egy, egy Harris adminisztráció, az minden bizonnyal, különösen egy, egy további Netanyahu kormánynak, hát legalábbis kihívásokat jelentene, de valószínűleg, hogyha Harris győzne, akkor az izraeliek mindent megtennének azért, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak Kamala harris aki megint csak, tehát Joe Bidennel jó volt a kapcsolat. Kamala Harris, Joe Bidennek volt az alelnöke. Tehát azért én azt gondolom, hogy nem lenne nagy törés a kapcsolatokban. Donald Trump esete sokkal érdekesebb. Donald Trump előző elnöksége alatt rendkívüli és példanélkül izrael pártiságról, tehát tanúbizonyságról. Elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, elismerte a Golan fensikat Izrael részeként, ezzel évtizedes nemzetközi jogi tabukat döntve meg, látványosan jó kapcsolatot ápolt Netanyahuval, azonban de és alá az Ábrahám egyezményeket. Ami abszolút megváltoztatta Izraelnek a geopolitikai helyzetét azáltal, hogy a korábban titkos együttműködéseket a felszínre hozta, és, és támogatta netanyahu ezáltal a kívülről befelé béke törekvését, ahol a palesztinok fele megy el a béke, és nem pedig, ahogy az Obama elnökség alatt volt, hogy a palesztinokkal kötendő békéből kiindulva lehetne a rendezni. Azon a probléma az, hogy amikor viszont Joe Biden győzött, akkor Netanyahu igaz halogatva, de felvette a kapcsolatot Joe Bidennel, gratulált az ő győzelméhez, amit ugye Donald Trump nem is, ha jól értelmezem, akkor mind a mai napig nem el, hogy a 2020-as választások legitimek lettek volna, és ez, ez amennyire tudjuk, nagyfokú sértettséget keltett Donald Trumpba, amiben több alkalommal is el is mondta, hogy netanyahu szemben van egyfajta sértettsége. Tehát akkor mi történne egy új amerikai elnökség alatt? Ugye egyrésztről Donald Trump magát öm, nagyon izrael pártinak tartja, és számít az izrael párti amerikai közvélemény szavazataira. Másrésztről az izraeliekben és az amerikai zsidóság különböző szervezeteiben nagy negatív visszhangot kiváltó nyilatkozatokat tett Donald Trump az elmúlt hetekben, ahol többször, ugye ő azt mondta egy gyűlésen, hogy amennyiben nem győz az elnökválasztáson, akkor abban nagy szerepe lehet az amerikai zsidóságnak, hogyha nem szavaznak rá. És ugye. Az Egyesült Államok társadalmában mindegy kétszázalék az amerikai zsidóság aránya, tehát ezt a fajta felelősséget rátolni egy kétszázalékos egy kisebbségre, aminek alapvetően ugye nagyon negatív történelmi tapasztalatai vannak, és, és borzasztó történelmi hagyományai vannak annak, hogyha a felelősséget akarnak ráhelyezni nemzeti uh -huh. problémákért. Ezt nagyon rosszul viselték. És a harmadik szempont, hogy Donald Trump az elmúlt napokban ugye belengedte, hogy Iránnal egy megállapodást kötne. Pont mm. ő, aki felmondta az előző nukleáris megállapodást. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Donald Trump egyrésztről a, az előző elnökségének tapasztalata alapján rendkívül jó lenne Izraelnek, a mostani kampányban elhangzottak alapján viszont kiszámíthatatlan, hogy mit jelentene Izraelnek, és ilyen szempontból nagyon érdekes lenne látni, vagy belelátni az izraeli szakértőknek a fejébe, hogy mennyiben ö, tartaná kívánatosnak inkább egy kiszámíthatóan ö, gyengülő kapcsolatot egy Harris elnökség alatt, mint egy, mint egy kérdőjelekkel teli Trump kapcsolatot? Egy biztos, bárki is győzzön az amerikai elnökválasztáson, másnap az izraeli diplomácia minden meg fog tenni azáltal, hogy egyrészt kisi, ki ö, hogy ö, hogy mire számíthat az új elnöktől, és hogy a lehető legjobb kapcsolatot érjen el, hogy az, hogy az izraeliek számára a legfontosabb ö, 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 pilléreket a tíz éves katonai támogatás és az arab államokkal szembeni támogató politika, aminek az Ábrahám megállapodások egy része volt, illetve Irán, feltartóztatása és ellensúlyozása, hogy ezek továbbra is alapvető pillérei maradjanak az amerikai külpolitikának, bárki legyen is az Egyesült Államok következő elnöke. Csepregi Zsolt, Izrael szakértőnek nagyon köszönöm ezt a rendkívül izgalmas beszélgetést. Köszönöm szépen. meg is megköszönjük megtisztelő figyelmüket, ez volt már az Enigma, a viszontlátásra.